A rossz idő ellenére is nagy volt az érdeklődés a muskátli osztás első napján a bőröndös sétánya. Az ernyők alá szorult, illetve az eső ellen egyéb módon védekező újpestiek, káposztás megyeriek türelmesen várakoztak, hogy aztán lakcímkártyáik felmutatása után szép lassan eljussanak a pultokig, és átvehessék a gondosan kikészített virágokat és virágmagokat a városgondnokság munkatársaitól, illetve alkalmi, de már rutinos segítőiktől. Mi 2010 előtt a Virágváros program keretében kezdtük. Most is 8500 csomag muskátlit adunk az újpestieknek, hogy ők is szépítsék a maguk kis erkélyét, lakását, teraszát. A 8500 csomagban mindegyikben van két tő gyönyörű muskátli, rózsaszín, piros, fehér és a többi, és mellé pedig virág, vagy pedig zöldségmagot lehet még természetesen vinni. Az újpestiek nagyon szeretik a virágosztási akcióinkat, minden évben nagy öröm egyébként adni, mert látjuk, hogy milyen örömmel és gondossággal viszik haza, és gondozzák a virágaikat. Amelyeknek már a helyük is megvan. Az erkélyünkre, csak még először rendet kell ott rakni. Milyenek a tapasztalataik ezekkel a muskátikkal, gondolom nem az első tő? Nem, tavaly is vittem, és nagyon szépek, és hát a telet azt már nem bírták ki, de a lépcsőházban még érdegél. Pirosat, rózsaszín, fehéret. Mind a kettőt. Fehér magot. Pirosat is, fehéret is. Erkélyre természetesen, mert más nincs. Az első muskátli, vagy pedig van már tapasztalata? Van már tapasztalatom, igen, úgyhogy szeretem nagyon a muskátlit. A piros szint ön választott? Igen. Jó napot kívánok, milyen színű legyen? Piros egy rózsaszín. Ezen a délelőttön a béketéren is sátrat vertek a városgondnokság munkatársai, virágból, virágmagokból és segítőkezekből pedig itt sem volt hiány. Mit szól ehhez a két gyönyörűhöz? Tartsa szorosan az acskót, jó, mert el fogom engedni. És ott meg még virágmagot is tud. Az osztás az első nap délutánján a víztoronynál folytatódott, ugyancsak hatalmas érdeklődés mellett. Vége láthatatlan sorát türelmesen, igaz, volt, aki megszeppent a tömegtől. De a várakozóknak már legalább az időjárás megkegyelmezett, a pultoknál pedig itt is virágkegyek fogadták őket, válogatni bőven volt miből. Csak kicsit, mint a rövidebb lenne. Én ezt oda viszem inkább, jó? És akkor lehet válogatni belőle? A következő nap délelőttjén már szikrázó napsütés fogadta a Semsei Parkba muskátliért érkezőket, délután pedig, adásunk rögzítése után, a Sárpataki patika melletti területen vehették át az újpestiek, káposztás megyeriek a virágokat és a virágmagokat.